Na, szevasztok srácok, itt vagyok, nyomjuk a szellőfészt is továbbra, mert megkértétek, hogy játsszam és folytassam. Lejött az előbb, így kb. 5 másodperc előtt a green screen, szóval lemaradt az első pár mondata a videónak technikai problémák miatt, de semmi baj, jó lesz, ez visszaraktam, hogyha megillásik, akkor kihajítom a kukujába. Ha meg nem, akkor meg hála Istennek, szerencsés vagyok, kibírja még ezt az óra hosszát. A lényeg az, hogy meg akarom nézni a kutyát, itt az anyánk, majd nézzük meg a kutyát. Miért nem várod meg, hogy apád visszaérjen, bármikor itt lehet. Hát nem érek rá, látni akarom a kutyát, öcskös. Léci, Léci, na, hagyd menjek kutyázni. Jó van, mennyi. Várjál csak, add ide a... Ja, csak adj egy másodpercet, hogy felkapjam a táskácskámat. És akkor tudunk együtt menni. Jej! Nagyon jó, alig várom. Ott vannak a fa mellett. Itt tovább kell mennem, gondolom. Srácok, adjatok még játék rekomendációkat, mondjatok még, mivel játszak, mert jelenleg el vagyok veszve. Ott tartok, hogy akármivel játszok, az a játék rossz. Komolyan. Kipróbáltam, de így magamtól nyilván, szóval kipróbáltam kb. 2-3 játékot ezelőtt, ott volt a kutya, figyeld, csak azon, hogy pont kitakarta a nagy fejem. What? És tiszta vér az arcom. Mi történt? Lehet, hogy a kutya megtámadott? Lehet, hogy egy kutya támadás volt. Oh no. Megtámadott a dogó. De lényeg az, hogy a legutóbbi 2-3 játék, amivel játszottam pont ez a videó előtt, szerintem 10 perc alatt lepörgettem azokat, mert olyan rosszak voltak, hogy egyszerűen játszatottanok. Nincs ötletem, mivel tudnék játszani. Van egy pár, de attól félek, hogy elindítom, és megint nem fog tetszeni. Szóval légy szíves, srácok, hogyha van ötletetek. Jézusom. Mik ezek a csontok? Oké. Okay. Mi történik? Azt a rohadt teget. Jó. Akkor írjátok meg a kommentben, mivel játszak. Oké. Okay. Ha jó, ha menő, ki fogom próbálni. Sőt, mondok egy jobbat. Pont tegnap mondtatok nekem egy jó játékot, ami már intézőfélben van. Oké, okay, már intézőfélben van. Lehet, hogy legközelebb videó az lesz. Nagyon szuper. Na de, Mrs. Sanderson. Vár, nem ő tölték meg? Nem ő halt meg? Köszönöm, segítettél a WC-n. Se probléma, Mrs. Sanderson. Se perc alatt kitisztítom önnek. Nagyon szuper. Herman általában ki szoktad takarítani maga után, viszont hát sajátos módon az ujjaiból banánhéj lett. Lejöttek az ujjai? Vagy szétjöttek az ujjai? Oké. És valami veszélyes. Oké, okay, mindegy, valami veszélyes. Köszönöm szépen, Larry. Ha? De most mi van? Be van kábítószer ez a karakterem? Vagy halló? A WC ott van. De figyeltem úgy odafent? Ja nem, csak hülyén van megrajzolva. Nincsen szétjöve az arca. Oké, ez itt a WC. Hol van a toaletta? Fú, de szétkuláztátok, tesó! Hát még szétjött a izé és az ülőke is, hát hogy... Én panaszkodni akartam, hogy új szét lett rottyantva ez a WC, öcsém, hogy mindjárt behányok, aztán meg bekapott engem. Nem, a WC-et nem tetszik, hogy a panaszkodunk ezek szerint. Esetleg itt fel? Hogy kerül a csatornába, jó ember? Először szét kell nézni, miért meghúzom ezt a valamit? Oké, még fentebb megyek. Ma milyen mélyre estem egyébként meg már, hogy 2 létrán is felmásztam, azt még mindig, de mondjuk tetején. 3 létra? Bro. Ha? Jaj, nem már most kell jöttem ide a legvégébe, és akkor nem tudom meghúzni. Ah, mehetek vissza. Már milyen irányból jöttem? No fucking way, milyen irányból jöttem? Ez. Aztán itt balra. De minden van egy ilyen switch. Ezért nem tudom, mit csinálnak, az a baj. És nekem nem a legaljába? De örülök neki. Hello, Póni. Te ott. Kérlek, segíts. Mi a baj? A víz. Elállt. Szomjas vagyok. Na, úgy megoldom. Kérlek, könyörgöm. Siess. Jézusom, oké. Okay. Mi volt? De vár, valami nagyon durva drogokat tol a karakterem szerintem. Mi az Isten történik itt? Tessék, víz. Most ellen megyek akkor? Valami történt? Kipróbálom. Tudod, csak megnézem. Nem húzom még egyszer, nem tudom, mi volt ez. Fentebb jött a víz? Nem. Ugyanott van. Mi van akkor? Tehát ha meghúzom, nem történik semmi.
Nagyszerű, szuper, örülök neki. Meghúzok mindent, öcsém, ne azon múljon, valami csak csinálni fog előbb-utóbb valamit, nem? Logika alapján gondolom én. Itt is vagy húzó. Oké, ez bejött. Utána. Erre van. Itt is van egy húzó. Oké. Ez is. Most ez a legtetején volt. Erre nincs semmi. Lemegyek. Itt volt még egy húzós. Hol van az utolsó húzós? Hello? Hello? Hát szia. Na szióka. Működött! Honnan tudja? Ha hogyha én nem tudom, akkor a karakterem se tudja szerintem. De öcsém tudja, és szét is jött minden. Nem hiszem, hogy jó van a póniló. De milyen segge van, figyeljétek a beférek közé, öcsém. Itt a kakás vécé, nagyszerű. Így kell kitakarítani a vécét, hogy egy pónit megmentettem? Az éhhaláltól, vagy a szomjhaláltól? Áruld el nekem ezt hogyan? Nézz. Aha. Aha, figyeld, a mészárlás. Mrs. Sanderson, jó tetszik lenni? Hát nem fest valami jónak. Egyem a szíveit. Kicsit darásnak tűnik. Aha. A véres lábnyomuk, de egyébként meg nem rosszból, de hogy az így, bro. Elég szar munkát végzett, hogy véres lábnyomokkal jött ki. Haló? Haló? És egyből Larry, nem, bocsánat, Charliehoz nem Larry ez. Száll, gyere közelebb. Valamit mutatni akarod neked. Tudom, hogy hozzájöttél a pónimhoz. Azt hittem, hogy barátok vagyunk, Szell. Wow! Rémálom. Későbbnek tűnt egyébként ez az egész történés, mert nagyon magasabbnak tűntem. Ó, epizód 2! Ó, hát az epizód egyet... Az nem tűnt sikítanak háttérbe. Az epizód egyet akkor végigjátszhattam volna. Az előzőbe. Mindegy, mindegy. Ember még mindig olyan rémálmaid vannak? Mi? Azóta nem voltak egy rosszak, mióta anyám meghalt. Szerintem az épület a hibája, valami furcsa. Haver, nem az éde. Mi? Ja, hogy annyira ragaszkodsz ahhoz, hogy ez a helyem el van átkozva. Egész életemben itt éltem, és sose láttam semmi szellemet. De... De mi? Hát, mondjuk... Ismerjük már egymást egy ideje. Mutatok neked valamit. Nyere! Nozsa! Ó, erre még nem jártam. Ó, van itt egy... Ki lehet menni? De menő szobád van, tesó, csak úgy ki lehet jönni. És még kamera is van ott! De vagány szobád van, tesó! Nagyon drippi ruhánk van amúgy, azt kell mondjam. Wow, sosem mondtad ezt el nekem. Ide szoktam jönni, hogy egyedül akarok lenni. Fortress of Solitude, az írta nem tudom, hogy mit jelent, sorry. Fortress of Solitude. Valamilyen erőd. Ja, az ott az szó szerint egy erőd. Értem. Cool. Na haló, másszunk fel. Amikor egy kis honfoglalást, haver, én azt mondom. Nagyon cozy lesz, remélem. Ha nagyon, hát tényleg cozy amúgy. Ott ki van ott fent balra? Hosszú hajú csaj, meg egy kopasz csávó. Nagyon cool. Mindig is vártam egy faházat, amikor fiatalabb voltam. Mint hogy olyan idős lenne amúgy Sally. Ja, apám építette, mielőtt eltűnt. Ja, gondolom a faterja van ott meg az anyja, nem? Mi van? Várj. Egyszer itt, aztán meg minden rendben volt, viszont másnap már puff, ennyi. Semmit nem hagyott maga után. Viszont minden itt volt még. A ruhái, a cuccai, a tárcája. A vezetési engedélye, stb. Minden eltűnt. Nem, bocsánat, Larry, vagy hát sajnálom, Larry. Tudom, milyen nehéz lehet. Nem jöttek ki a szüleid? Nem, nagyon bírták egymást, sose izé veszekedtek, csak... Nem az, aminek tűnik, csak nem tudom. Az apja nem hagyott el. Mégis, csak mégse. Kicsit bonyolultam ugyanek a fordítása, nem tudom, hogy... Most mondjuk szerintem a karakterem se tudja, mit tökömre akar kiukadni a Larry.
De elvesz, amit anyám gondol. Sose hagynál. Hiszek neked? Mit gondolsz, mit történt? Sorry, srác, a csippogása, éppen egy videó lett kész. Én nem vagyok általában ilyen... A superstitious az... Hogy mondjam nektek? Az olyan, amikor ez a babonás végül is, babonás. De... Nem hiszem azt, hogy a apartman az el van átkozva. Szerintem ez más. Mint például. Nem mondtam el még sok embernek, de az az igazság, hogy benned bízok szel. Tudom, hogy nem fogsz engem... hát lenézni emiatt. Persze, hogy nem. Egy nappal az előtt miatt eltűnt volna, csináltam valamit, ami miatt nem vagyok magamra büszke. Volt egy pár... Hát szerezzek a szüleim tűzijátékot, és azt mondták, nagyon sokszor mondták, hogy várjam meg őket, ne játsszak velük egyedül. De nem tudtam megállni. Aztán felgyújtottam a... vagy meggyújtottam a tűzijátékot Mrs. Gibson nyitott ablaka előtt. Megölte a kis állatát, egy kis nyuszit. Szed. Hát az olyan, inkább mint Mrs. Gibson tölte meg, már nem rozvó. Inkább. Ja, bementem, odaszaladtam Mrs. Gibson, hogy megnézzem, és annyit láttam, hogy éppen üvölt. Rám üvölt, ó, mint hogyha őrült lenne. Mint hogyha kellett volna egy másik indok, hogy ideges legyek. Nagyon szarul éreztem magamat. Tehát szegény nyuszi. De mindegy is, ahogy mentem le a liften, láttam egy démont. Kinyújtott a kezét és megfogott engem. Nagyon kirázott a hideg az egész testemen, és megijedtem. Azt hittem, hogy megőrülök. Aztán el is tűnt hirtelen. Viszont az ajtók kinyíltak. Elátkozott engem. Szóval bro tiltakozik az ellen, hogy ez egy elátkozott ház, viszont azt mondja, hogy ő el van átkozva. Na most akkor melyik? Mert kettő mindegy, és ugyanaz már nem azért, legalábbis számomra, haverom. Az elátkozott amiatt, amit tettem. Az életemben minden el van baszva azóta. Igen, és most sorolja a problémáit, amit eddig is tudunk, blablabla. Ó, elküldték nevelőintézetbe a srácot két hétre, mert hogy kinyírt egy állatot, de nem, tehát most bazzai, nem hiszem, hogy amúgy meg amiatt kéne valakit nevelőintézetbe küldeni, véletlenül kinyírt egy állatot. Oké, tök szomorú, tök rossz, mit tudom, de véletlen volt, érted? Szóval, hogyha nem arra megy a na mindegy, sok probléma van ezzel. Aztán ellopták a bicikliét is. Aztán túl olyan sokat hagyott ki a suliból, hogy nyári iskolába kellett mennie. Aztán meg jött még több probléma. Azóta szörnyű dolgok történnek velem is körülöttem. Ó, és akkor azt hiszed, hogy te vagy elátkozva, haver. Aha. Tudom, hogy rosszul hangzik. Ez igaz, ez mind az én hibám. Faterom a macska, vagy macska öcsém, mi ennek a neve? A nyúl, Mrs. Sanderson, minden. Ohó, haver, állj meg. Szóval azt mondod, hogy minden a te hibád. Nem tudod magadat, ne hibáztass magadat mindenért, ami történik. Ez nem mind a te hibád. Hogy nézett ki a démon? Hát olyan volt, mint amit sose láttam ezelőtt. Egy mozgó árnyék, fekete és ködös. Egy férfinek a formája volt. És a szeme volt a legrosszabb rész. Mély volt és piros olyan, mint hogyha belém szúrodott volna. Ó, és itt azt mondja, hogy én is láttam a démont. Láttam a démonod. Mikor? Mikor? Láttam a démont? Igen? Jó emlékezni, mert hogy én ilyen nem csináltam szerintem. Na mindegy. Láttam az épületbe pont, ahogy elmondtad nekem. Szerintem köze van a szellemekhez. Á, nem tudom, haver. Mi van, ha megtörnénk az átkodat? És ez hogy kéne? Majd én is ezt kérdezem egyébként, mint lerőz, hogy lehetne? Hát talán van nyomok, amit tudna nekünk segíteni. Ki tudunk találni, vagy nézzünk szét, hogy találunk-e valami szellemekről. Aztán pedig ásunk a mélyre. Ja, miért is ne? Úgy se tudok már mit veszíteni. Jó, oké. Úgyhogy semmi hasznos. Itt van gondolom a fater, a mutter, meg a... Furcsa, mi ez? Micsoda? Tudom, egy gyíró... Ó, találtam egy ilyen játékot. A dobozába.
Mi az, hogy a játék a dobozban szupererőre aktiválódik, ember? Vagy what? Oké, nem értem. Tovább nézelődök. Nem tudom elvenni azt a játékot, haver? Vagy most mi van? Chest. Jó, magazinok igazából. Cuccok, ruhák. Egy furcsa kicsi box. Doboz. Mit kell, be van zárva? Elviszem öcsém. A dobozban. Nem tudom, tesó, fateramé volt. Egy ilyen puzzle doboz, sose jöttem rá, hogy kell kinyitni. Hiányzik bőle egy darab. Ja, igazad van, sose vettem észre. Bánathatja, megtartom. Nem csak nyugodtan, cool. Oké, van egy kis dobozom. Csak szólját neki, hogyha kinyitom. Oké, és oké, haver. No problemo. Hiányzik a dobozból... Kövessem Larryt. Hát itt vagyok. Larry. Mi van? Jó, hideg van, menjünk már be. Ja, jó van, haver, menjünk. Go. Van egy doboz, amiből hiányzik egy darabka. Azt kéne megtalálni. És akkor nyilván izé lenne. Ja, megy Larry magától. De jó, meg van csinálva a hónak hangja. Szóval, hogy meg lenne a dobozdoboz darab, akkor ki tudnánk valószínűleg rakni a puzzle dobozt, és akkor az úgy nekünk tök jó lenne, mivel hát... Nem jössz be velem, gyere már, haver. Nyilván akkor egyértelműen izé lenne. Ki tudnánk nyitni. Szétnézek és megmondom, hogy szólok, hogyha találok valamit. Oké, jó hangzik. Én itt maradok és gondoskodok anyámról. Nagyon beteg. Ja igen, észrevettem. Szóval, hogyha valami kell. Köszi, Sally. Oké, cool. Wow, úgy lett a festmény. Oké, király. Szóval kinek megjönnek, hogyha tud valamit erről a démonról. Remélem, ma kijön. Remélem, ma ki az a megjön? Az nem a... Te ki vagy? Szoszi. Mi van, dagadék? Figyelj már, üres a izé, az automata. Mi megettél mindent? Chug. Te ki vagy? Azt mondtatok, hogy ezzel a srácsal... Várj, azt mondtatok, hogy egy piros ruhás srácsal beszélnem kell. Egyben olyan volt, hogy el volt torlaszolva az út, amikor tudtam volna kimenni és beszélni vele. Hogy jött ide ki? Hogy került ide? Vagy... He? Na mindegy. Szóval Sally Face... Ja, azt nekkes sávóra várok, hogy feltöltse a gépet. Nem tudok csoki nélkül elkezdeni egy szombati napod. Édes Istenem. Oké. Okay. Rikos Modish Wife epizódját láttam. Ja, nagyon király volt, nagyon király show. Én is bírom. Oké. Okay. Lost and Found. Úgy néz ki, hogy beraktak a kamerákat, mióta... volt a gyilkosság. Nincs itt semmi, amit tudnék használni. Who keeps leaving there? Valaki tagyta a ruháit. Oké, okay, az a Brendával? Mi a tököm, valakivel beszélnem kell, nem tudom, valami nővel beszélnem kell, B betűssel, vagy G betűssel, valami ilyesmivel. Halló? Ki az? Sell? Magasról? Vagy magasról, az emeletről? Mi kell? Csak dumálni akartam. Velem? Oké, okay, gyere be, itt van az ajtó. Ez kicsoda? Ki ez? Ez hazaért valami lakos, de nagyon durván néz ki ő is. Egy köpköd amúgy, miközben beszél, bírom. Szia, Sam, mi jött egy ilyen... Mi az egy ilyen fiatal lányt ide egy ilyen idős nőhöz? Sam nem egy fiú? Legalábbis tegnap még az volt, nem? Nem? Nem mindig. Nem kérdezem az örövénem, szóval én asszonyt. Pár kérdést akartam feltenni, hogyha oké lenne. Csak nyugodtan. Úgy sincsen már sok hátra nekem. Ha? Oké. Rendben. Sose gondoltam bele, milyen furcsa koncepció az idő dolog, nem? Elképesztő. Bla 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 bla. Igen. Mióta éltél itt? Sok ideje. Oké, soha nem tudjuk meg igazából.
Ez nem fog válaszolni nekem soha. Valamit nagyon magyarázott, én nem fogom elolvasni, ez nem érdekel. Áááá, bro, nagyon pofázik az én asszony. Szellemek, bla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 bl
Hát nem tudok menni a vénasszonyhoz? Nem. Oké. I don't know, mi kell. 504-esben van, meg kell látogatnom. Az 500-asban nincsen. Várj, az 5. emelet nem felújítás alatt van? Mennyi idő telt el a chapter 1 meg chapter 2 óta? Van zárva. Nem az 504-esben voltak a kis problémák? A szellemek? Be kéne hívnom Larryt, hogy találkozzon meg önnel. Akkor hinne bennem, hogy ez a Dizon Apartman az el van átkozva. Halló Larry? Itt vagyok, Mizu. Be tudom jönni a Persze, haver. Anyám bevette a gyógyszerét, most ki van ütve. Mindjárt ott leszek. Cool! Jön Larry! Együtt gengelünk. Szóval, miről akartál, vagy mit akartál nekem mutatni? Gyere fel, itt van a fürdőben. She, ugyebár nő. Ah, csak gyere! Ezek az 5. emeleti szobák vagy házak néztek, vagy láttak már szebb napokat. Ssss, halkan. Mi az? Bár egy percet. Megön? Itt vagy? Hello? Meg akartam neked mutatni az új barátomat, Larryt? Ki az a Megön? Nem hiszem, itt van itt bármi, tesó. Hát, hogy fél. Elég szégyellős. Egy ideje nem voltam, én remélem rendben van. Mi van? Persze, már beszéltem vele. Mondtam, hogy mostanában nem volt itt. Nem vagyok őrült, csak be kell mutassam neked. Sosem mondtam, hogy őrült vagy ember. Bármennyire is furcsa, hiszek neked, oké? Okay, te vagy a legjobb barátom. Blablabla, bla, bla, csak segíts megtalálni az apámat, akkor benne vagyok. Nagyon úgy gondoltam, hogy tudunk velem beszélni a mai nap. Valamiért volt ez az érzésem. Tudod, kivel kéne beszélni? Toddal. Ő a legokosabb kölyök, akit ismerek, és hisz ezekben a super nature-el, tehát ezekben a földön túli hülyeségekben. Todd? Oké, sose gondoltam volna, hogy hisz ezekben a dolgokban. Olyan átlagos, racionális. Ja, igen, valami olyasmi normális, túl normális a csávó az, hogy higgyen ezekben. Oké? Okay. Ki az a Megön? Srácok, ki az a Megön és honnan kéne tudnom nekem, hogy... Ha? Nem értem, nem annyira értem igazából, most őszinte leszek. Szóval van egy Megön nevű tag, karakter, anyasba kell menni, 2-2-esbe, zsa. Na. Örülök egyébként meg, hogy a chapter 2-ben legalább odaírja, hogy hova kell mennem, nem csak így talált ki. 202. Csász Eliface. Ő Todd. Őt meg nem tudom, valami random picsa. Szevasztok. Á, bocsi, hogy kellett egy kis idő, mire válaszoltam. Éppen most pakoltunk össze. Estinek segítettem. Találkoztatok már? Szia, S vagyok. Cső, S, szasz, szoszi. Nem tetszik nekem ez a hang. De lehet Sallyfé, sokat hallottam róla. Igen? Igen, hallottál? Ez jó. Igen, csak jókat, esküszöm. Örülök, hogy találkoztatunk. Én is, veled is jó találkozni. Szeretném még maradni és beszélgetni, de sajnos mennem kell. Köszönöm szépen, hogy segíted nekem, Todd. Igazán nincs mit. Máskor tudunk... máskor az algebrán tudunk dolgozni következő héten. Jól hangzik. Találkozok veletek srácokkal később. Remélem találkozunk még Sallyface. Ja, az cool lenne. Jövezzétek a hétvégét, srácok. Miért érzem, hogy ez a hey ho? Annyit, hogy ez csak ilyen random megérzésem. Na mindegy. Jaj. Jól vagy, Sal? Kicsit furcsának tűnsz. Jaj, jól vagyok, tesó. Mitől jössz erre? Vagy miért jössz erre?
Jó, ez kedvesnek tűnt, ő ilyen kezdős? Kezdőéves? Új? Valami ilyesmi. Nem tudom, az a freshman mit jelent nálunk egyébként, mert az amerikai rendszer az kicsit másképp van, mint itt magyarba. De teljes az, hogy Ashley Campbell épp kezdő nálunk, vagy pont mint mi, és egy egész kedves ember. Egy kicsit problémás matekból azért néha átjön segítsek neki a legutóbbi hetekben. De cserébe segít nekem a rajz akármimmel. Jó barátnak hangzik. De gondolom nem az miatt jött a fejestről beszélni. Mi az, haver? Ó, persze! I see dead people! Yo, Kendrick, te vagy az? Elmondom neki, kerekperec. Sandersonra gondoltál? Nem, valami másra. Ez az épület kicsit olyan furcsa, olyan elkozottnak tűnik számomra. Értem. Segítség kell, haver! Köszönöm, hogy elmondtad ezt a sztorit nekem. Szerintem tudod neked segíteni ilyen paranormális dolgokkal kapcsolatban. Főleg azért, mert egy WC-n van a gondolat. Mi van? Mi köze a WC-nek ahhoz, hogy segíteni tudsz-e nekem? Igen, elég furcsa véletlen, hogy megön. És az ő valamije is a WC-n van. Neki is van egy ilyen valamije? Démon szelleme? Mindenesetre szerintem a vízcsövek valami közöm a vízcsövekhez. Legalábbis ez a gondolkodás, vagy ez a spekuláció van. Na, van az a Gear Boy játék, amit mondtál? Persze. Kirejünk be a WC-be. Mit akarsz nem csinálni a WC-be, haver? Mit szoktál általában csinálni ahhoz, hogy Megan előjöjjön? A Gear Boy-od mindig fejjel, mikor közel van? Igen. Általában csak beszélek hozzá, és valamikor kijön, valamikor pedig nem. Oké, cool, próbáld meg itt is. Hát, ha előjön egy szellem. Hello, valaki? Nem bántunk, barátok vagyunk. Hello, bárki? Hát, semmi. Felsőjött a Gear Boy. Semmi ötletem sincsen, haver, hagyd nézzem. Meg tudom változtatni a Gear Boy-odat, hogy tudjon neked jobban felfedezni szupernaturális dolgokat. Cool, jól hangzik. De kéne pár dolog ahhoz, hogy meg tudjam ezt tenni. Kell egy Amplify Device Reception. Másodlagos pak pedig kell egy Electrical Output. Szóval egy antenna meg egy zsák elem. Ja, persze tesó. Itt ezek a szobámból, hogyha megvannak. Cool. Szóval kell egy antenna. Meg egy elem. Itt egy bong van? Itt drogoznak ezek? De jól megy nektek, tesó. Todd szülei, nem kéne bemennem oda, itt pedig Todd. Toddnak van egy hal, akinek az a neve, hogy Bob. Géniusz. Oké, szereznem kell egy elemet, meg egy antennát. Honnan dó? Ha a Charlie-ek elköltöztek, nyilván. 204-es, itt én lakom? Vagy itt miattak nem? WC. Büdös van a WC, nem fogod venni. De most hogy jöttem ide be? Ha? És miért csak egy WC-ből áll ez a ház? Fura. Jó, nincsen semmi szerintem. 2-2-esben voltam, 1-esben mi van, ki van? Senki ezek szerint, nagyszerű. Az egyesre nézzünk el. Az egyesen nem voltam. A földszinten voltam, vagy pontosan az alaksorban voltam, a földszintre most megyek. Kezdjünk balra. Haló? Ez nem a némber, de ez a némber. Nem tudom őt megkérdezni, hogy nincsen esetleg eleme vagy valamilyen? Jaj, ne. Most megint elkezd tarizgatni. Ó, Istenem. Jaj, ne. Jó, nem szeretnék veled beszélni, túl sokat pofázol. Bocsi. Nagyon sokat beszél. Mrs. Gibson megölne, hogyha megint zavarnám.
Nem hiszem, teli van kamerázva minden. Szerintem ő tölné meg a rendszer. Jaj, fuck, elfelejtettem a jobb oldalra menni. Várj, vissza-vissza az emeletre. Jobb oldali helyekkel mi van? Edison. Ez a sok új kamera. A fateroddal nem beszéltük meg? A havi meetinget? Vagy mi van? Nem kaptatok meghívót a havi meetingre? Megbeszéltünk ott mindent. Elfelejtettük. Nem baj, a lényeg az, hogy legközelebb gyertek a meetingre. Oké, ott elmesélünk mindent mindenkinek. Van egy új biztonsági rendszer. Oké, cool, cool. Jó, oké. Jó, ott nem lakik senki ezek szerint. Nem tudom, hova kéne, meg merre kéne. Háromas esetleg, harmadik. Én a 402-esben lakom még mindig, azt hiszem. Nem tudom, hogy ott vannak-e kiegészítők ez, bármi ez. Ő David. Why is up today? What? Szavaz David. Hol van a nadrágod? Nem tudom, mit mondom, hogy a csávó, nem tudom elolvasni, mit mond a faszi nekem. Oké, ez egy drogos. Király. Nem kéne zavarnom. Ez egy diák. Oké. Egy diák egy drogos mellett lakik. Chug. Chug len van és a szülei dolgoznak a hétvégén. Itt nincs senki. Mondjuk a negyedikre, ott élünk mi. Nézzünk szét. Bum. Ötödiken nem hiszem, hogy lesz bármi is. A negyediken jó eséllyel találok a saját házunkba valamit, nem? Szétnézek itt. Szóval az Gizmo. Chillingel. Gizmo miért tévézik? Egy macska miért tévézik, bro? Legcsillesebb macska a földön. Nagyon komoly ez a Gizmo. Imádom. Remélem nem lesz semmi baja. Aztán... Hát na. Hát össze van kulázva a Gizmónak a izéje almosa. Nem kéne kitakarítani, haver. Gizmo ilyen chill guy. Edward Shovelhands, Twine Parks. Édes Istenem. Altató pirulák, teli van gyógyszerrel. Ez egy kölyök, miért? Most össze van rakva minden, szavasz fater. Nem tudok beszélni most kis haver, dolgozok éppen. Bro. De figyelj, IT-ben dolgozik a fater, akkor hogy egy, miért ilyen leppel települ lakunk, hogyha Paternek ilyen komoly home office munkája van, azt valaki mondja már el nekem. Hogy működik ez? Nincs itt van Robert. Na, de ezek ilyen új lakók, nem tudom, én még nem ismerem. A 403-asban nem tudom mi tört, ja nem ott tölték meg a csajét. Nem hiszem, hogy bárki is lakik itt a 44-esbe. Ötödik, nincs jobb ötletem egyszerűen. Guys, hát hihetetlen. Gearboy upgrade-eket kell találnom. De hogyan, meg hol? Azt nem tudom. Hú, de sötét van. Kicsit félelmetes. Egy véres ketrec, nagyon bíztató jel. Semmi nincs. A véres ketrec nagyon coolnak tűnik igazából, ameddig nem az enyém a vér, meg vagy a ketrec. Zárva. Zárva. Az 5-4-esben nem hiszem, hogy lesz bármi. I mean... Na most érted, szóval... Itt voltunk az előbb. Nem hiszem, hogy itt lesz valami, amit tudunk használni. A Gameboy-ba kéne darabkák. Honnan szerezek a Gameboy-ba darabkákat? Mi lenne, hogyha megkérdezném Larry-t, hogy tud-e valamit? Esetleg. Hátha. We try. Larry! Elcsesztem a nézőtnek 10 percét igazából azzal, hogy most össze-vissza szolgáltam az emeletek között, de... De hé, Larry! Aki most itt van, te vagy a legjobb. Hé, Larry! Hallod, tesó, neked nincsen elemed? Nem. Nem, neked aztán semmi sincsen. Elemet! Larry! WC. Én nem találok semmit se. Larry-e szerettem volna menni.
Ó, van közös képünk Larry meg az anyjával, de Defainak. Nem akartam kimenni a házból. Fuck me, bro. Vissza. Vissza, Larry, hallod? Tesó. Nincs elemed véletlenül? I don't know. Csak azt tudtam neki mondani, hogy remélem anyád jó van, azt ennyi. Nincs térerő. Esetleg akkor a faházban valami. De nem tudom már hol nézzem azt az elemet meg az antennát, tesó. Nem tudom kijönni a rádióból, de hülyeség. De nem! Oh, Miss Click! Menj vissza! Lemásztam feleslegesen! No, de béna vagyok! Jó. Fel! Oké, kabin, semmi hasznos. Chest, semmi hasznos. A talált tárgyaknak az osztályát még meg tudom nézni ott esetleg. De azt írta, hogy semmi hasznos nincs arra se, szóval nem hiszem, hogy ott lesz. Figyelj, csalódjak kellemesen, én azt mondom erre. De hogyha nincsenek a talált, a talált tárgyak osztályán, akkor te totál el vagyok veszve mégis, hogy hova kéne mennem, merre kéne mennem, mert senkit nem tudok már megkérdezni. Az egyetlen opcióm az még talán az, hogy megfogom, oszt ki kéne mennem, vagy itt nem tudok bejönni. Liza szobája, haló? Jó vagy? Szevasszel? Hát voltam már rosszabbú. Igen, pihenj, az a lényeg, királyság. Ez mi ez a doboz? Érdekes, van ott egy doboz. Arra már nincsen semmi. Nézzünk szét itt a talált tárgyaknál, boys. Ezzel nem tudok valamit kezdeni. Üres. Pont olyan, mint a hasam. No. Semmi hasznos? Bro, nem tudom akkor már mit kéne találnom, vagy keresnem. Ezt nem tudom kinyitni. A gearboyban nem tudom honnan szedjek elemeket. Nem tudom elhagyni a házat az elsőről. Szét akarok nézni, várjál. Nem tudok kimenni a épületből. Le van zárva, Edison apartman, igen. Nem! Egyszerűen nem tudom. Hol lehetne találni elemet? Hol tudnék találni bármit is? Furcsa. Mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy furcsa. Srácok, nem tudom, figyeljetek, írjátok meg, hogy hol tudok elemet találni, meg antennát. Őszintén gőzöm sincsen, és sajnos abba kell, hogy hagyjam, mert nem akarok vágdosni ezzel a videón. És fogalmam nincs, hogy merre kell keressek. Szóval most, ha meg lenne az a luxus időm, hogy tudnék vágdosni, mert csak az a, hogy holnap nem leszek itthon, akkor tök jó lenne, mert ugyebár le tudnék keresni, azt akkor tudnánk folytatni a játékot, de így nem tudom. Így szimplán nem tudom, hogy merre keressek, srácok, légy szíves, írjátok meg. Nem tudom, hogy merre keressek. Gőzöm sincs. Írjátok meg, aztán folytassuk. Csücsül.